közel 1000-re nőtt Magyarországon az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma. Csütörtök reggeli adatok szerint 98-an fertőzöttek, 96-an viszont már gyógyultan távozhattak a kórházból. A betegségben 66-an hunytak el, és 16.006-an vannak hatósági házi karanténban. Nyolc raklapnyi kórházi felszerelés érkezett csütörtökön a József András Oktató Kórházba. A fenntartó által biztosított szállítmány védőruhákat, arcmaszkokat, védőszemüvegeket és koronavírus kimutatására alkalmas gyors teszteket tartalmazott. Az elmúlt héten már kapott 13 raklapnyi eszközt a kórház a kormány által vásárolt külföldről érkező védőfelszerelésekből. A koronavírus járvány miatt továbbra is teljes látogatási és gyalogos forgalmi tilalom van a József András Oktató Kórházban. Ibrány is alkalmazkodni tudott azokhoz a megváltozott feltételekhez, amelyeket a jelenlegi veszélyhelyzet támaszt az önkormányzatok felé. Az ügyintézés elsősorban elektronikusan folyik, a város vezetése azonban igyekszik a szokásoknak megfelelően ellátni a legfőbb feladatokat. A működési struktúráról, a lakosság hangulatáról és a településen zajló fejlesztésekről Ibrány polgármesterét, Trencsény Imrét kérdeztük. A gazdasági és műszaki ellátó szervezetünk továbbra is dolgozik, tehát a közterek, parkok rendbetétele az folyamatos. A konyhai dolgozóink szintén dolgoznak, hiszen folyamatosan biztosítjuk a gyerekeknek a gyermekétkeztetést. Ettől a héttől már házhoz is szállítjuk, tehát mindenki, aki jogosult volt korábban erre, annak biztosítja az önkormányzat a gyermekétkeztetést ugyanolyan feltételekkel, mint a vészhelyzet előtti időszakban. Egyéb iránt milyen a közhangulat a településen, mennyire tartják be a lakosok a kormány által előírt egészségvédelmi szabályokat? Én azt tapasztalom, hogy a lakosság nagy része jogkövető, fegyelmezett és betartják ezeket az előírásokat. Azt tudom mondani, hogy nincsen a településen egyenlőre pánik hangulat, tehát azt tudom mondani, hogy mindenki óvatos, fegyelmezett, és azt látom, hogy akár a temetések során, vagy akár a házasságkörések során mindenki betartja azokat az előírásokat, amelyeket megfogalmaztunk, illetve a kormány megfogalmazott a lakosság számára. Ugye említette a polgármester úr, hogy éppen egy építkezésről jön, ennyiben befolyásolják a futóprojektek, azok a futóprojektek, amelyekbe belekezdett az önkormányzat az elmúlt hónapokban a koronavírus. Tehát ez mennyiben befolyásolja? Igen, hát azt látom, hogy amelyikben benne vagyunk, annak már látjuk a végét, most éppen a szociális városstabilitációs pályázatunkhoz kapcsolódóan jöttem el az egyik építkezésről, a bérlakásokat alakítjuk ki. Itt azt látom, hogy be fogjuk tudni fejezni azokat a beruházásokat, amelyekbe belefogtunk. Ezeknek már látjuk a végét. Nyilván vannak olyan pályázataink, amelyek még most közbeszerzés előtt, illetve közbeszerzés alatt állnak. Megmondom őszintén, hogy itt vannak bennem kérdőjelek és aggályok azzal kapcsolatosan, hogy itt hogy tudunk tovább haladni, illetve milyen költségnövekménnyel fog ez járni. Ebben biztonsággal még nem merek állást foglalni. De amiben benne vagyunk önkormányzati vonatkozásban, illetve pályázati vonatkozásban, azokat a vállalásainkat be fogjuk tudni határidőben fejezni. Tiszalökön már a vírus hazai megjelenése előtt nyomon követték a járvány alakulását, és amikor tudható volt, hogy elkerülhetetlen lesz a hazai terjedés is, felkészülten álltak a megoldandó problémák előtt, mondta el televíziónknak Gömze Sándor, a település polgármestere. Létrehoztunk egy operatív csoportot, és mi talán március 15-e előtt is ültünk már, és előrevetítettük, hogy mi várható, és ezekre mi megpróbáltunk felkészülni, tehát elé menni a dolgoknak. Itt elsősorban a feladatellátások megszervezése volt fontos.
és hoztunk olyan helyi döntéseket, ami összhangban állt, és elvárása és a operatív törzs által kormányrendeletekben megjelenített rendeleteknek, határozatoknak, tehát ezeket érvényesítettük, illetve alapvetően nagyon fontos volt az egészségi központban, és minden más intézményben, különben idősek otthonában a kézfertőtlenítés és a kézmosás feltételeit biztosítottuk, tehát nagyon nehezen sikerült beszerezni ilyen szereket, illetve ami még volt készleten. Idősek otthonában teljes látogatási tilalmat rendeltünk el korábban. Most ezt szigorítottuk, tehát most már nem lehet semmilyen még becsomagolt élelmiszert sem bevinni az időseknek. Ugye láttunk nem csak külföldön, Magyarországon is olyan példákat, hogy sok beteg lett idősek otthonában. Bezártuk a fitnesscentrumunkat, könyvtár bezárt, kondiparkot lezártuk, a kávézónkat, talán ott majd most a közeljövőben fagylaltot elvitelre fogunk árulni. Óvodai bölcsődei szolgáltatásokat azt fenntartjuk, tehát nem zártuk be. Ügyeleti rendszerként működik, nagyon kevés igény van, de azt is kell teljesíteni, úgy gondolom. A gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést is megoldották, még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszervezték a 70 éven felüliek ellátását, mostanra pedig már a bevásárlást és a gyógyszerkiváltást is a hivatal munkatársai intézik. A három legnagyobb élelmiszer volt vezetőjével, illetve tulajdonosaival én már korábban beszéltem. Ővelük is leegyeztettem azt, hogy az idősekről való gondoskodásban tudnak-e olyan szolgáltatást nekünk nyújtani, hogy a munkatársaink megrendelik az élelmiszereket, és ők maguk a bolt munkatársai készítik elő ezeket a csomagokat, és természetesen mindenki pozitívan állt ehhez, illetve tájékozottan a készletekről. Nem kell aggódnunk, mert mindegyik bolt raktárai tele vannak mindenfajta élelmiszerrel és mindenfajta higiéniai és pipelet cikkel, ami az ember azt feltételezi, hogy nincs, van, csak mi nagyon ilyen ijedős fajta vagyunk, ugye, és felvásárolunk mindent. Tehát ez rendben van. A gyógyszertárak kettő működik, tiszteletben rendben vannak, ott is nagyon fegyelmezettek az emberek, minden készlet rendelkezésre áll. Ezeken a területeken pénzintézetek, illetve gyógyszertár oda, egészségügyi központ oda, polgárőröket és rendőröket is kértem. Folyamatosan járőröznek a polgárőrök, úgyhogy szerintem szépen rendszerbe foglaltuk, és ebben partner a lakosság. A polgármester elmondta, a járási hivatal munkaügyi osztályára még nagyon kevés jelzés érkezik megszűnt munkahelyekről, azonban az idő előre haladtával ez várhatóan egyre nagyobb mértékben fog jelentkezni. Úgy tudja, szabadságra, fizetés nélküli szabadságra már küldtek munkavállalókat, a járvány miatti elbocsátásról azonban még nem hallott, de várhatóan lesz plusz létszám a közfoglalkoztatásban. A polgármester hozzátette, egyelőre nincs igazoltan pozitív teszt a településen. Újfehértón is szigorú intézkedésekkel és közösségi összefogással igyekeznek betartani a szabályokat és megóvni a lakosságot az akár halált is okozó koronavírustól. Többek között megszüntették a helyi konyhán a helyben étkeztetést, bezárták a sportcsarnokot, lemondták az önkormányzati rendezvényeket, korlátozzák a helyi üzletekbe belépők számát. Emellett a helyi újságban, az interneten és szórólapokon is tájékoztatják a lakosságot a szabályokról. Kijárási korlátozás előtt is már kértük a bevásárló központokat, illetve helyben működő üzleteket, hogy korlátozzák az egyszerre bent tartózkodó vevők számát, amely úgy gondolom, hogy nyitott fülekre talált, és a legtöbb üzletben ez már tapasztalható az elmúlt két hétben, illetve ugye a nagy átmenő forgalom, és a sokan dolgoznak Újfehértóról külföldön, akik most hazajönnek. Tőlük azt kérjük, hogy próbáljon mindenki meg két hétig otthon maradni, és ha nem tudják azt megoldani, hogy a családtól elszeparálják, elizolálják magukat, akkor az egész család maradjon otthon két hétig. Ebben is partnerek a lakosok, mert úgy érzem, hogy egyre többen érzik át annak a súlyát, hogy ha otthon maradunk két hétig, vagy akár többig is, ha megtehetjük, akkor tudunk sikeresen védekezni a vírus ellen. A helyi Májváskerti Polgáregyesületről csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, ők minden erejükkel, energiájukkal azon vannak, hogy segítsék a munkánkat. Nagyon sok önkéntes felajánlás érkezett, 10 körüli azoknak a varrónőknek a száma a városban, akik önkéntesen varnak nekünk maszkokat, amelyeket fertőtlenítés után eljutatunk arra rászorulóknak. Élelmiszeradományok érkeztek már a városba. Rendőrséggel egyeztetünk folyamatosan, hiszen hatósági karanténosokat ők ellenőrzik. Úgy gondolom, maximálisan jó az együttműködés ezekkel a szervekkel. 70 év fölötti időseknek önkénteseket szerveztünk, akik segítik a mindennapi munkájukat, segítenek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, ügyes-bajos ügyek elintézésében. Ebben nagy segítségünkre van a helyben
működő szociális szolgáltatóközpont is. A polgármester elmondta, az önkormányzat munkatársai ügyeleti rendben dolgoznak, de a lakosok a hivatal előtti gyűjtő dobozban is elhelyezhetik papírra leírt kéréseiket, problémáikat. Hozzátette, az élet nem áll meg, bízik benne, hogy az eddigi nyertes pályázataikat, valamint a későbbiekben elnyerteket is meg tudják valósítani. Tudta, hogy a veszettség életveszélyes betegség, amely veszett állat harapásával terjedhet az emberre? Erre az akár halálos kimenetelő betegségre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal videója. A veszettség minden melegvérű gerinces emlőse, így az emberre is veszélyt jelent. Elsődleges hordozója a vörös rókák veszettség elleni vakcinázása, évente kétszer esedékes. A kis repülőgépekkel történő művelet idei tavaszi állomása a napokban indult el hazánkban, kedden pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elkezdődött. Az immunizálást egy gödöllői központú cég végzi el az egész országban. A vakcina tartalmú csalétkek kiszórásával párhuzamosan az érintett külterületeken két korlátozást is elrendelnek ilyenkor. Az egyik a webzárlatot jelenti, ennek az a célja, hogy ne a szabadban kószáló kutyák találják meg ezeket az oltóanyagot rejtő csalifalatokat, hanem a rókának legyen lehetősége ezt megtalálni. A másik ugyanilyen célokat szolgál, ez a legeltetési tilalomnak az elrendelése, szintén abból a célból, hogy ne a réteken, legelőkön táplálkozó kérődzők vegyék fel ezt a csalit, noha egyik esetben sem okozza sem a kutyáknak, sem a kérődzőknek a megbetegedését, hiszen pontosan ugyanazokat az oltóanyagokat tartalmazza, amit egyébként például a kutyák is ugye minden évben megkapnak, hanem kifejezetten azért rendelik el ezeket, hogy a cél állatfajok vehessék fel ezeket az oltóanyagokat tartalmazó csalikat. Hazánkban minden ilyen betegséget be kell jelenteni, amit ezt követően regisztrálnak. A 90-es évek elején a bejelentett veszettségi eset szám még 4000-4500 volt éves szinten. Az immunizáló védekezés bevezetése után azonban ez a szám látványosan szorult vissza, meredeken csökkentek a megbetegedések. A 2010-es években szinte már nem is volt jelen. Az elmúlt években csupán egy-egy esetet regisztráltak egyaránt Borsod megyében, Szerencs térségében. A szakember elmondása szerint bár a kezelés eredményeként visszaszorult a betegség Magyarországon, nem lehet abba hagyni a védekezést. Nem azért, mert Magyarország belsejéből esetleg újra előbukkanhatna a kór, hanem azért, mert a környező országok, Ukrajna, Románia, illetve Szerbia, még azok a különösen kockázatosnak ítélt szomszédos tagállamok, akik már szintén védekeznek hasonlóképpen Magyarországhoz, azonban náluk még az eredmények nem ilyen rózsásak idézőjelben, mint nálunk. Tehát saját magunk, illetve az eredményeink védelme érdekében célszerű meg ezen a határszakaszon ezeket a kezeléseket fenntartani. Egyébként, hogyha a kezelési térképre van módunk ránézni, akkor körülbelül ezek az országokkal határos magyarországi területek azok, amelyek jelen pillanatban is még kezelés alatt állnak. A déli határszakaszon egyébként Vas megye, illetve Zala megye 2019, illetve az jelen 2020-as évben már nem szerepelnek a programban, pontosan emiatt, hiszen ott a környező EU-s tagállamok már sokkal régebb óta mentes státuszban vannak, tehát onnan már visszavonulót fújhatunk, és valószínűleg a jövőben további területcsökkenéssel lehet számolni, pontosan ennek eredményeképpen, hogy nagyon eredményes és megbízható eredménnyel szolgál a kezelés. Az ügyvezető személyes tapasztalatai szerint az emberek döntő többségen betartja a vakcinázás idején érvényes korlátozásokat, ugyanakkor találkozik a legeltetési tilalmat megszegőkkel is. Hozzátette, egyre többen érdeklődnek, főleg az ebzállattal kapcsolatban. A cégnek a lakossági informálás is feladata, de a külterületeken lévő plakátokat a térségben vadászatra jogosult társaságok helyezik ki. A programba bevont területek térképes, valamint megyei bontású listája a NÉBI weboldalán érhető el. Április 11-e a költészet világnapja, amelyet a Nyíregyházi Labor Café már 4. éve különleges programmal ünnepel. A közösségi adomány kávézó célja mindig az volt, hogy az online világ kapcsolatai helyett a minőségi offline kapcsolatokat erősítse. Ezt a célt szolgálja a 24 óra belső programjuk is, azonban a kialakult járványügyi helyzet miatt kénytelenek voltak ezt új formába ölteni.
úgy gondoljuk, hogy soha eddig még ilyen nagy szükség nem volt arra, hogy összekapcsolódjunk, mint jelenlegi helyzetben, hogy azok, akik otthoni karanténba kényszerültek, és nem láthatják szeretteiket, azok is egy kicsit összekapcsolódhassanak. Úgy gondoltuk, hogy a magyar líránál szebb eszköz arra, hogy kifejezzük azt, hogy mi egység vagyunk, nem is kell, úgyhogy az április 11-i programunkon szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének verset megosztani a közösséggel. Közösségi média platformunkon, Messengerben várjuk a videófelvételeket, illetve a tabulaplaza@gmail.com címre is elküldheti a videófelvételét az, aki szeretne ezen a programon részt venni. A cél, hogy régen elfeledett vagy soha nem hallott versekkel építsenek hidat egymás közt a közösség tagjai. Ahogy az elmúlt években, idén is sikerült kortárs írókat megszólítani és bevonni a kezdeményezésbe. A Laborkafé programja a közösségi oldalukon április 11-én szombaton 0 óra 1 perctől éjfélig tart. Köszöntöm a kedves nézőket! A megye területén több helyen kell számítani forgalomkorlátozásra, a magyar közút munkálatokat végez. Elsősorban főútvonalakon a helyreállítások nap mint nap aktuálisak. Sajnos az utóbbi napokban nagyon sok esetben kereszttáblákat törtek ki, illetve szallagkorlátoknak ütköztek teherautók, kamionok. Korábban már beszámoltunk arról a balesetről, ami az M3-as autópályán történt, mikor egy kamion átszakította a szalagkorlátot. A kettős korlátnak a pótlásának nagy részével már végeztek a magyar közút szakemberei, viszont a munkálatokat majd csak húsvét után fogják befejezni. Nagyon fontos, hogy vegyék figyelembe a forgalmi rendváltozásokat, forgalomkorlátozásokat a megye területén közlekedők. Elsősorban a templomok közelében nagyon sok helyen a megállás is korlátozva van. Mária Pócsra, akik ellátogatnak ünnep ideje alatt, vegyék figyelembe, hogy Mária Pócs belterületén 30 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, és forgalmi rendváltozások is több helyen, átmenő forgalom tilos templomok közelébe, és a forgalom korlátozással számoljanak. A rendőrség is nagy rész segít a forgalom korlátozásban a magyar közutat, és több helyen járőröznek a rendőrök. Határállomások fele is nagyon szigorították a közlekedéssel kapcsolatos ellenőrzéseket, elsősorban a teherautókra vonatkozólag, de a személygépkocsik ellenőrzését is folyamatosan a Magyar Honvédség, illetve a rendőrség végzi. Megyünk területén még aktuálisak, egyébként a Tiszapart közelében lévő forgalomkorlátozások. Nagyon sok helyre helyeztek el olyan táblákat, hogy behajtani tilos üdülővezetekbe, illetve csak az arra haladó, illetve az ott lakók vehetik igénybe azokat a magánutakat. Ilyen kereszttáblákat is elhelyeztek, hogy átmenő forgalom tilos, illetve behajtani tilos. Viszont a lakó pihenő övezetek kereszttáblából is egyre több van a megye területén, ott 20 km/h a maximált haladási sebesség, és csak azok hajthatnak be, akik ott laknak. Ismételten történt vadgázolás az elmúlt 24 órában a megye területén. A 4-es számú főútvonalon Székely és Berkez között egy külföldi rendszámú személygépkocsi vaddal ütközött. A vad az ütközés következtében elpusztult, és hatósági intézkedésre került sor. A vadásztársaságok felhívják a megyében lévő közlekedők figyelmét, hogy fokozott figyelemmel haladjanak ott, ahol vadveszélyre hívják fel a közlekedők figyelmét kereszttáblával. Köszönöm, további szép napot! Szülővárosában Pécsen családi körben tölti a kényszerszünetet Fodor Ferenc, a Nyíregyháza Spartakusz csapatkapitánya. A védő fegyelmezetten végzi a klub által előírt gyakorlatokat, és igyekszik megőrizni formáját a remélt folytatásra. Nagyon hiányzik a játék, meg a labda. Ugyanakkor otthon ugye kaptunk edzésprogramot, ami otthon végzendő, illetve futóprogramot, amit bárhol el lehet végezni. Így jobb hiány. Ezt a programot szoktam megcsinálni a nap délelőtti szakaszában, akkor utána igazából a családdal töltöm a hátra levő időt, segítek otthon, amiben tudok, bevásárolok, vagy éppen amilyen feladatot kapok, és ugye a nap hátra levő részét pedig pihenéssel töltöm. Most már lassan a harmadik vagy a negyedik hétben vagyunk, ahol ugye minden nap ugyanarról szól, eléggé monoton, mert
tényleg jobb hiány, csak futni és erősíteni tudunk, hogy az erőlétünket ne veszítsük. Továbbá ugye ismerősökkel, barátokkal az ember nem találkozik, ezzel is próbálja óvni a családját ugye a betegségtől. Szóval eléggé zárt közegben történik, ahol ugye nyilván egy idő után türelmesebbnek és toleránsabbnak kell lennünk egymással, mert azért ennyi időt normál esetben nem szokott senki se szerintem otthon tölteni. Ugyanakkor azért egy kicsi öröm az örömben, hogy én is otthon vagyok, és egy kis időt ugye a családommal el tudtam tölteni. Ez mentálisan mindenképpen segít ebben a nehéz időszakban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 9-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb, holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, vigyázzanak magukra, és ha tehetik, maradjanak otthon. A viszontlátásra!